Sziasztok! A mai nap varjakká fogunk változni, és megpróbálunk minden szépen félő dolgot elrabolni az emberektől, ez pedig a Just Crew Things. Hogyha esetleg ti is szeretnétek kipróbálni, a Steamen megtaláljátok, ingyenes demója is van, én most ezzel játszok, ugyanis sajnos a teljes játék még nem jelent meg. Na de szerintem akkor kezdjük is el a játékot, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk igazi varjak lenni. És imádom egyébként, hogy ennek a játéknak lételeme lesz az, hogy lekakíjunk mindenkit. Tudunk repülni, meg természetesen mozogni. Na nézzük meg akkor a tutoriált. Gyorsan ezt szeretném azért én is végigpörgetni, mert nem tudom, hogy hogyan kell majd irányítani a játékot. És akkor itt van nekünk a varjú mama. Szia kis varjum! Látom, hogy már bele is jöttél a repülésbe. Készen állsz arra, hogy az egész világot elfoglald? Haha! Mielőtt elkezdenéd, van valami igazán speciális, amit szeretnék neked adni. Wow! Kaptunk egy nagyon menő, fénylő napszemüveget. Ezeket a napszemüvegeket én is hordtam, amikor a te korodban jártam. És a nagymamám is hordta, illetve az ő nagymamájának a nagymamája is. Akkor ez egy ilyen családi erekje lesz. Ez pedig egy emlékezhető, hogy milyen kis ravasz madarak vagyunk mi. Ez a mi szent családi erekjénk, hívhatjuk akár egy kincsnek is. Úgyhogy most menj! Rengeteg mindent kell még megtanulnod. Beszélgess a többi állattal a faluban. Ők majd mindent megtanítanak arról, hogy hogyan is legyél igazi varjú. Ha pedig elvesznél, akkor nézd meg a questlogot, illetve a térképet, hogy megtaláld őket. Gyerünk, menj, és érezd jól magad. Na nézzük akkor, mit tudnak nekem tanítani az erdei állatok. Ez amúgy mi a fene? Mert hogy szamár a feje, és olyan a teste, mint hogyha valami sas lenne. Hello, varjú! Kezded már unni azt, hogy csak lassan ereszkedsz le valahonnan? Van egy olyan formája is a repülésnek, ami igazán menő, az pedig a swoopolás. Minden alkalommal, amikor swoopolsz, egy kis sebességet nyerhetsz. Nyomd meg azt a gombot, amivel fel tudsz repülni, utána pedig a swoopot. Eléggé trükkös, de szerintem hamar bele fogsz jönni. Igazából megtudtuk akkor, hogyha felrepülök, akkor így gyorsan le tudok szállni. Ó, azt a mindenit kapta! Próbáld meg ezt a három figurát eltalálni. Hát az egyiket már sikerült is eltalálnunk, hogyha jól látom. És akkor így csillagokat kell, hogy lássanak. Nagyon-nagyon beteg amúgy ez a játék. Csodálatos! Mielőtt mennél, szeretném, hogy tudj, még egy titkot el akarok árulni, hogyha valamilyen tárgyba így belerongyolsz, vagy valamit, ami visz egy tárgyat, akkor azt fölveszed automatikusan. Kaptam egyébként most ilyen pontokat is, nem tudom, hogy ezek mikre lesznek jók, de majd csak megtudjuk. Ó, milyen szép csőröd van neked! Tudtad, hogy azokkal meg is tudsz fogni dolgokat? Ezzel tudsz a legnagyobb káoszt okozni majd. Annyira jó lesz. Gyere, segíts nekem, és szedd össze ezeket a farönköket, amik itt szétszóródtak. Jó, mivel tudok felszedni dolgokat? Á, hát PS kontrollerrel játszok, úgyhogy akkor ez az X. És ide kell neki hozni? Vagy hova kell neki hozni? Hát ide hozom, aztán meglátjuk, hogy ez jó lesz-e. Szép munka! Most pedig emlékezz arra, hogy nem minden dolgot tudsz majd felszedni, mert lesznek olyanok, amik túl nehezek számodra. Hamar bele fogsz jönni. Most pedig beszélj a Webittel. Ő pedig majd megtanít arra, hogy milyen eszközöket tudsz felszedni. Jó. Aki egyébként egy nyúl, Rabbit, nem Webit, csak valószínűleg nem tudja kimondani az R betűt. Hé, egy egészen okos madárnak tűnsz. Talán vagy annyira okos, hogy használd ezeket az eszközöket? Ezeket fel tudod venni, és van egy speciális képességük. Gyerünk, vedd fel ezt a levélfújót, és aztán fújd el innen a leveleket. Jó. És mit kell megnyomnom, hogy ez működjön? Á, oké, négyzet. Meg is vagyunk. Nagyon-nagyon okos madár vagy. Ezekre mindenféleképpen figyelj majd oda a világban. Lehet, hogy nem mindegyik hasznos, de biztosan viccesek lesznek. Jó, hát én akkor ezt magammal viszem, ezt a levélfújót. Ó, azt figyeld, van itt egy kis cseresznye. Várjál, nem ezt akartam. Lerakom azt oda, úgyni. Ó, több kakim lett, oké. Akkor ha eszek, akkor több kakim lesz. Igen, itt írja is, ez a következő tutoriál szint. Madárként van egy speciális erőnk, a repülés? Nem, akkor nem a repülésre gondolt. Bárkit le tudunk kakálni, oké. És hogyha kifogynál a kakiból, akkor egyél egy kis gyümölcsöt, köszönöm. Jó, akkor ezeket a mókusokat kell lekakilnunk. Körrel tudok kakálni. Ez egyébként elég nehéz. Sikerült? Kapta halt? Gyerünk, tüzelés megy, puk-puk-puk. Fantasztikus! Ilyen káoszt szeretnék látni én is a világban. Szeretnék neked még egy titkot elárulni. Vannak olyan ételek, amik igazán speciálisak, mondjuk egy jó pap konzerv. Extra erőt adnak neked, amikor kakilsz. Úgyhogy próbáld ki ezt a kis babot, gondoltam, hogy babkonzerv lesz. És ettől milyen extra erőt fogok kapni. Na nézzük meg, ó, ettől pukizni fogok? Vagy mi? A fene. És tényleg, azt figyeld, miért dob rajtam. Puk, 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 ó, azt a mindenit! Jó, oké, talán ennyire nem kellett volna kifinganom magamat.
Tudod, hogy mi mire való, az ételek így fognak világítani, a special foodok körül lesz egy ilyen kis felhőcske, eszközök világítanak, a quest itemek körül pedig ilyen csillagok lesznek, hát megpróbáljuk megegyezni, hogy melyik mit tud. És akkor van itt még egy ilyen fotómód, hogyha jól látom. Természetesen a pába fog erre minket megtanítani, nézd milyen csodálatos madár vagy, ezt pedig meg kell örökítenünk fotó formájában, úgyhogy kérlek próbáld ki, készíts magadról egy menő fotót, mert hát dokumentálni kell majd a kalandodat. Ó, és akkor tudok rárakni dolgokat, micsoda Skyrim hat. Ez egy teljesen átlagos varjú, lehetek csirke, lehetek báb, és akkor még tudom állítgatni a sálamnak a színét. Jó, el is készítettük magunkról a képet. Érzem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lesz, sose fogom szerintem használni ezt a fotómódot. De akkor menjünk tovább, erre van a kijárat, és akkor csak teljesítettük ezt a tutoriált. Tehát kicsit hosszú tutoriál volt, de így legalább megtanultuk, hogy mit lehet majd csinálni ebbe a játékba. És kaptunk 2 darab sapkát, egy ilyen gombás sapkát, kicsit ilyen Máriós hatása van, meg van egy ilyen virágfüzéres sapkánk. Akkor minden questet megcsináltunk, szuper! És akkor most kezdődik a játék igazi kalandja, stop! Azt figyeld, milyen vagány varjak vannak errefelé, ilyen MLG szemüveggel. Hát. Meg parti szemüveg. Csak nem te vagy az új varjú a környéken? Igen. Mit gondolnak, kik ezek? Úgy látszik, hogy van valami kis napszemüveged, mi? Kakao! Add ide azokat! Nem szeretném odaadni, ez egy családi erekje, hát elrabolták a családi erekénket. Már nem is vagy annyira menő a napszemüveged nélkül. Ja, nem vagy igazán menő. Annyira nem menő. Ugye tudod, hogy ki kell érdemelned, hogy ezeket használhassd? Érted már, mi a dörgés? Talán, hogyha bebizonyítod, hogy valóban rátermet vagy, visszakapod. Talán. Kakao! Gondolom ez a kár lesz. Kár. Milyen érdekes, hogy az angoloknál kakaónak mondják. Szegény kis varjú, egyen meg a lelkét. Itt a mama. Haj, hadd mondjam el, hogy hogyan megy ez az egész. Vannak állatok ezen a földön, akiknek a segítségedre van szükségük. Könnyen meg fogod őket találni, hogyha megnézed a térképen. Beszélgess velük és tudd meg, hogy miben van szükségük segítségre. Utána pedig kapsz kroputéset, kiérdemelhetem a varjú szintemet. Hogyha pedig megvan a 100 pont, utána egy új területet feloldhatsz. Minden egyes területen 150 ilyen pontot tudsz szerezni, szóval nem kell minden egyes állatnak segítened. Gondolom, ő lesz a Trinket Crow. Hol van az áru? Micsoda? Nincsen nálad semmilyen áru? Miféle varjú vagy te? Ezt azonnal ki kell javítanod, ha olyan menő akarsz lenni, mint mi. Úgyhogy most repülj körbe, nézd valami kis csillogó dolgot, és hozd ide nekem. Mutasd meg, hogy van egy kis stílusod. Próbálj meg annyi autóra rákakilni, amennyire csak tudsz. Az emberek imádják, amikor dekorálod a kocsiukat. Ja, főleg kocsimusás után. A legjobb dolog, amikor összekakilják a madarak. Szóval lopás és kakis autók. Érted, hogy mit kell csinálni? Kár. Jó, akkor a Trinket Crow-val már beszéltünk. 3 darab coint kell neki összegyűjteni, hogyha jól látom. Meg kulcsokat is kell, illetve 5 autót le kell kakilnunk. Ojaj, ez nem nagyon tetszett nekik. Jaj, de beteg! Ez amúgy tökre, mint az Untitled Goose Game. Hogy így tényleg idegesíteni kell az embereket. Nagyon-nagyon tetszik. Aranyos egyébként ugye a sztori is önmagába. Hát akkor az 5 autót szerintem elkezdhetjük kidekorálni. Úristen, kigyulladt az autó attól, hogy rákakáltam? Mi a fene? Mondatok, amiket sose gondoltam volna, hogy ki fogok mondani. Hát szerintem ez nem annyira különleges autó, de megnézzük, hogy beleszámít-e, hogyha rákakilok. Végül is beleszámított. Ott van még egy, viszont valahol majd kellene egy kis kaját szereznem magamnak, mert ez nem állapot. Kifogyok a kakiból, főleg, hogyha mellé kakilok. Na, meg is vagyunk. Jó, kaptam is már 10 darab ilyen pontot, és akkor azt mondta, hogy 100-at kellene összegyűjteni. Hát gondolom a demóban, amivel ugye most játszok, egyelőre csak ez az egy pálya lesz. De ha esetleg szeretnétek majd a teljes játékból videót vagy livestreamet, hogyha megjelenik, akkor azt majd írjátok meg kommentben. Az valami különleges, nézzétek csak. Jaj, ne jön egy ember, le akar engem csapni, látom. De ha lekakilom, akkor elszalad. Haha, én nyertem. De miért nem tudok oda fölrepülni? Ugye megnézem, ha ide felugrok. Hát, akkor el tudom azt ott kapni. Gyerünk! Megvan. Szerintem azt kell akkor odavinni neki. Jó. Ezt akkor nem dobjuk le, mindjárt megnézzük, mert ez nekem egy tányérnak tűnik, és egy ilyen tányért kell vinnünk. Ide hoztam neki akkor a tányért, és remélhetőleg akkor ezt el is fogja fogadni. Most azt nem tudom, hogy ezt csak így ide simán lerakjam? Vagy lehet, hogy oda kell raknom, ahol van a jelzése? Elfogadta. Akkor csak ide kell ezeket szépen hozogatni. Hát kell kulcsot hoznunk még egy darabot,
Coinokat viszont nem igazából láttam még sehol, de remélhetőleg azért majd fogunk találni. Úristen, mi ez a kenyérfej? Hello, a nevem Pit. Mi? Hello, szia, meg tudlak téged enni? Jézusom, mi ez a kenyérfej? Nagyon hülyén néz ki, szegény. Ah, itt a páva, ott viszont van megint valami szép fényes dolog. Úgyhogy én szerintem azt gyorsan el is hozom. Köszönöm szépen! Sajnos ezt el kell, hogy vigyem ahhoz, hogy majd kiérdemeljem itt a varjak tiszteletét. Ez pedig szerintem ez a glass lesz. Én ezt ide szépen le is pakolom. És akkor már csak egy kulcsot kellene szereznünk, meg 3 darab coint. Na mindjárt megnézem, hogyha lekakilom az embereket, akkor hát ha dobnak el pénzérmét. De úgy látszik nem dobnak el pénzérmét. Mondjuk olyan oktatáskásat kellene megpróbálnunk, hát ha. Gyere csak, barátom. Puk-puk. Á! Tudtam. Oké. Akkor ezeket emberkéktől fogjuk megszerezni. Jó lenne akkor itt a környéken megkeresni őket, hogy minél kevesebbet kelljen csak úgy repkednünk. Pakoljuk le akkor ide az egyik coint, és akkor ebből 3-at is össze kellene szednünk. Úgyhogy valahonnan egyébként jó lenne még kaját is szerezni. Azt figyeljétek, az a chili az jónak néz ki. Az a chili az nagyon jónak néz ki. Tüzeset fog kakilni. Azt a mindenit! Jaj, szegények! Ez amúgy tényleg olyan, mint az Untitled Goose Game. Meg talán egy kicsit olyan, mint a Goat Simulator. Jó, itt van még egy aktatáskás, ezt jó lenne eltalálnunk. Ezt ilyen egészen alacsonyról szeretném bemérni magamnak. És akkor puk-puk. Ó, csak kis pukika jön, hogyha nincsen elég kaja. Jó, oké. Hoztam akkor neked még egy ilyet, és akkor még egy kulcsot kellene valahonnan szereznünk. De honnan fogok én vajon kulcsot találni? Lehet, hogy van olyan ember, aki éppen be akar menni a házába? Hoho! Szerintem ott a kezébe az lesz. Le tudom őket fagyasztani, menj már, fagyit ettem! És ilyenkor mi történik? Ott a kezébe a kulcs. Add ide a kulcsod! Várj, ez így nem lesz jó! Ugye összeverekednek. Remélem legalábbis, hogy összeverekednek. Befagyasztottalak téged is, csak az a baj, hogy nála van a kulcs, szóval nem tudom, hogy ott most hogyan fogom innen kiszedni. Ez mi a fene? Á! Szerintem ez jó lesz nekem. Én úgy gondolom, ezzel meg kell, hogy tudjam majd olvasztani ott az embert. Hát remélhetőleg azért nagy baja nem lesz, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mi van akkor, hogyha idejövök ezzel a kis kézi készülékkel. Jó napot, uram! Ez az! Na, megvan a kulcs. Elérek én mindent, amit csak szeretnék. Na, meghoztam az árut, haver! Bebizonyítom, hogy nem vagyok én itt holmi kis fiúka. Jó, 30 darab pontot kaptam, és akkor most már itt szóba állsz velem, vagy nem? Ennyi? Tényleg? Megcsináltam neked a küldetést, aztán se szó, se beszéd? Még a napszemüveget se kapom vissza? Hát nem érdemes ezekbe a varjakba megbízni. Ó, viszont itt van még egy kis fagyika, azt tetszett, úgyhogy együnk egy kis fagyikát. Na jó, akkor valamelyik másik állattal szerintem még beszélek. Ez tetszik itt a legjobban, ez nem tudom micsoda. Mi akar lenni? Hello, varjú, mi az újság? Én és a srácok beszélgettünk. Ezek az emberek nem igazából kedvelik a szemetet. Érted, hogy miről beszélek? Lehet, hogy emlékeztetni kellene őket arra, hogy ki is ez a hely valójában. Vegyél magadhoz egy ilyen festékes dobozt, és tegeld végig a várost. graffitizni kell? És akkor be kell festeni pirosra mindent. Jó. Tag red mailboxes. Oké. Okay. Meg kell jelölnünk, mint a kutyák, lepisíjük szépen. Hogy ez bizony a miénk. Akkor ezeket a piros ilyen dobozokat kell megjelölgetni. Itt is látok egyet. Úgyhogy remélhetőleg most már érteni fogják itt az emberek a dörgés, hogy amúgy az állatok most már sokkal okosabbak, mint ahogy ők azt gondolták. Na, itt is vagyok, megvan, gyere! Már majdnem azt mondtam, hogy jól lekakillak, de hát nem ez a feladat, és egy lemúr volt. Azt hittem, hogy mosómedve. Jó, akkor egy lemúr. Varjú, kis barátom! Mindent megcsináltál, tökéletesen! Ezek a hülye emberek most már tudják, hogy ki is ez a hely. Szép munka! Ó, kaptam is akkor erre is egy kis pontot. És akkor szerintem még a mókus mamával beszélgetek. Ő valahol itt volt, hogyha jól rémlik, vagy legalábbis az egyik kis mókusa itt van. Nézd meg azt a fejet! Mi az a fej? Nagyon kétségbe van esve a mókus mama. A babáim! Eltűntek! Eltűnt mindegyik, mint hogyha nem is léteztek volna. De valószínűleg csak elkóboroltak, mert olyan kis rossz csontok. Nem mehetek túl messzire. Valahol itt kell, hogy legyenek. Segítesz nekem visszahozni 4-et is? Anyuka vagyok. Szükségem van a babáimra. Kérlek. Jó, segítek persze, visszahozom a kis babáidat. Na, itt is van akkor az első, ezt már elég sokszor láttuk, hallottuk.
Vigyük akkor vissza a mamának. Ha ilyen messziről dobom le, lesz vajon baj a kis... nem számolta be. Remélem azért lesz belőle több is, ha esetleg valamit rosszul csinálnék. Jó, nem, egyébként csak oda közelbe kellett neki lerakni, valószínűleg nem lesz semmi baj attól, hogyha ledobom a levegőből. Az a kenyér, az nem lesz neked jó? Én elfogadnám azt is gyereknek. Legalább etetni nem kell, majd ő eteti a többieket. Hol van még ilyen kis mókus? Elég hangosak, szóval... Szerintem, ha körbe repülünk, akkor is hallani fogjuk. Itt van valahol egy. De hol van? Ah, hogy kerültél te fel ide? De akkor úgy látszik, bárhol lehetnek szerte a városba. Sőt, itt is valahol hallottam talán egyet, bár lehet, hogy a csőrömben lévő adta ki ezt a hangot. Na, meghoztam a másik babárat. Csak fülelni kell, itt is van egy a tetőn. Jó, meg is vagyunk. Tessék. És akkor még az utolsót, a negyediket kellene valahonnan összekapirgálnunk. Ott van, a fa tetején. Jaj, hát emellett még el is repültünk, emlékszem, amikor itt a kulcsot próbáltuk megszerezni. Még néztem is, hogy mit keres itt ez a kis mókus a fán, de hát mondjuk azért a mókus a fán az talán annyira nem egy meglepő dolog. De gyorsan akkor visszahozzuk a mókus mamának. Na, itt is vagyunk, meghoztam. Remélem most már boldog vagy. Mit mond nekünk? Nem láttam. A mókusok most már örökké hálával tartoznak neked. Hát ez fantasztikus. Kaptam akkor most megint egy csomó pontot. De lehet, hogy akkor már megnézem a többit is. Ugye még kell egy pónihókkal találkoznunk. Ó, az lehet, hogy az a furcsa lény lesz, amiről nem tudtam eldönteni, hogy az micsoda. Pónihók egyébként. Valószínűleg igen, csak én szabárnak néztem, nem póninak. Szomorú. Várjál, itt is van valami. Mindjárt megnézzük, itt mi van. Cincin! Ott van egy nagy dagat macska, és meg akar minket enni. Kérlek, segíts nekünk, varjú! Valahol van itt egy szivárgó cső, itt az épületeknél. Vezesd oda a macskát, hogyha pedig le lesz fröcskölve, akkor biztos, hogy elszalad. Ments meg minket, kérlek! Aha, és honnan szerzek én halat? Á, itt vannak a halak, jó. Ez akkor nem volt annyira bonyolult. Gyere, cic! Cic-cic! Nem akar jönni a cica. Majd csak így ledobom? Á, hogy le kell, hogy dobjam a földre, oké. Miau! Gyere csak! Cicúgy! Átjárok a hülye macska fejeden, gyere csak! Jaj, de finom malacska! Á, ide kell hozni, oké. Már most hálásak lehetnek nekem az egerek. Gyere, cicus! Finom lesz! Azt figyeld! Jaj, de finom! Jaj, de finom, jaj, de... Jó, beszéljünk akkor az egerekkel. Sokkal jönnek még nekem. Én azt mondom, de valószínűleg csak pontokat fogok tőlük kapni. Cin! Sikerült elvezetni tiden azt a csúnya macskát. Köszönjük szépen, varjú barát. Nagyon szépen köszönjük. Na, 75 pont. Viszont ez ugye nem ilyen főküldetés volt, úgyhogy jó lenne azért megtalálni a többit. Illetve én örülnék annak, hogy találnánk ilyen eszközöket még, amivel káoszt tudunk okozni. Ugye írta a játék elején, hogy vannak itt ilyenek. Én most már szeretnék találni egy olyat. Úristen! Tudod mi? Nézd meg! Na így jár az, aki engem akadályozni akar bármiben is. Puk-puk-puk-puk-puk-puk. Kiszállok ebből a buliból. Na ő vajon mit mond nekünk? Segítség! Ezek az emberek elvették az otthonomat, a csodálatos parkomat. Úgy látszik, hogy valami rituálét csinálnak. Kérlek, kérlek. Bármi erőd van, tedd tönkre. Aha! Ó, ez akkor a feladat. Tönkre kell tenni a bulit. Na ez már tetszik. Lufikat ki kell durrogtatni. A rádiót is tönkre kell valahogy tennem. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében. Puk-puk-puk. Jaj, de beteg ez a játék. Nagyon tetszik, tényleg, mint az Untitled Goose Game. Remélem ebben is lesz majd multiplayer mód. Úgy még viccesebb tudna lenni. Na, várjál, én ezt meg akarom enni. Mi ez? Megehető? Mi ez? Végtelen kakát ad nekem? Már most tetszik. Tűnjetek innen, nincsen szülinap. Bárkinek is a szülinapja volt, az most már húzzon haza! Jó, valahol még... Ja, itt van egy lufi, az megvan, és akkor már csak a rádiót kellene tönkre tennünk. Ha ráka kilop, olyan azzal tönkre megy? Vagy hogyan tudom tönkre tenni a rádiót? Le kell dobnom jó magasról? Hátha. Á, sikerült! Segítettem rajtad, sündisznó barát! Remélem most már így tetszeni fog a parkod. Ó, te csodálatos barát, megcsináltad! Nagyon szépen köszönöm! Most már jó szóval foglak téged illetni a többi vagány varjúval együtt. Tudja meg a többi varjú is, hogy milyen jó vagy. Á!
És akkor most lett ugye meg ez a szint. Kár, kár! Sikerült ezt a területet megcsinálnod. Hogyha szeretnél a következő területre menni, akkor gyere hozzám, vagy maradj itt és csináld meg a többi feladatot az extra jutalmakért. A döntés a tiéd, kár, kár! Hát szerintem azért beszélhetnénk még itt a többivel. Mert például ezt a pónihókot még meg se találtuk szerintem. Ha már így elkezdtük ezt a szintet, akkor csináljuk meg. Úgyis mondom, valószínűleg mivel demo, ezért idáig lehet játszani sajnos csak a játékot. Itt van a páva. Varjú, varjú, drágaságom. Nézd meg ezt a csodálatos otthonomat. Talán te néhány botot látsz csak, de én azt látom, hogy van benne lehetőség. Kérlek, segíts nekem ezt a csodálatos fészket felrázni. És utána nagyon király képeket tudok csinálni flip-flapre. Milliónyi lájkot fogunk érdemelni, milliónyit. És ez a kis varjú megérdemel egy lájkot? Ha már egyet is megérdemel, én örülök. Jó, és akkor ide kell rakni ezeket, hogy egy fészket tudjon építeni magának. Ez is annak számít? Hát hármat már ide raktam, de gondolom akkor máshonnan is kellene még hozni neki. Ja, megnézem, hol vannak még esetleg ilyen faágak. De lehet, hogy amúgy tudok letörni is? Nem tudok letörni? Nem tudok. Viszont itt van még. Á, itt van a többi, oké. Pont amúgy a legnehezebb feladattal kezdtem szerintem. Ezek azért jóval rövidebbek. Remélhetőleg vissza fogom kapni azt a családi erekét, mert különben ki leszek ám itt teljesen hülye tollasoktól. Na, megvan akkor ez is? Na, végre kezd az egész összeállni. Most már csak dekorációra van szükségünk. Bármilyen dekorációra. Csak hozz ide menő dolgokat. Varjú barát. Jó, bármilyen dekorációt hozhatok. Akkor most jön az, hogy mit lehet fölkapni és mit nem. De milyen dekoratív cuccot tudnánk idehozni neki? Á! Például ezt a kenyeret fel tudom venni? Jó, fel tudom venni, remélem ez tetszeni fog neki. Szerintem ez elég dekoratív. Ez a szép kenyér. Tetszik neki, jó? Ez az üveg is szerintem egészen szép dekoráció tudna lenni, sőt, ott látok autógumikat is. Tessék itt a VLC player, nézheted a filmeket. Tökéletes. Ez minden filmrajongó kedvence lesz. Autógumi, az is jöhet. Csak hogy legyen valami kis kártékony is ebben a kupacban. Ó, galambok! Ez annyira csodálatos! Várjál, várjál, hadd állítsam be a jó szöget, a filtereket, köszönöm szépen, varjú. Majd betegellek téged. A világuniverzumnak a legnagyobb sztárja. Nem szerénykedik, és akkor még meg kellene nekem itt találnom. Őt, szerintem ő lesz a pónihók. Hát nem póni, ez egy szamár. Remélem készen állsz a versenyre. Látod ezt a karikát mellettem? Ez fogja aktiválni a versenymódot. Na nézzük akkor ezt a versenyt. Mindjárt indul. De remélem azért sikerül. Jaj, ne! Elhagytam a checkpointot! Ne! Ne! 35 másodperc alatt kellene ezt teljesíteni. Ó, jaj! Ó, jaj! Várjál, lehet, hogy ez lesz itt a vége. Lehet, hogy sikerül! Lehet, hogy sikerül! Ez a vége, ugye? Jó, sikerült! Hú! És akkor meg is vagyok az összes küldetéssel. Nem tudom, hogy volt-e még bárhol állatka, gyorsan azért körberepülök. De azt írta, hogy 150-et tudok összeszedni, szóval valahol kell, hogy legyen még egy kis feladat. Hát én nem igazából látok itt már más állatot, akinek lehetne segíteni. Még azért gyorsan megnézem. Fat Cat, Squirrelman, Meat Animals, Birthday Runner. Jó, megvan minden akkor. Megcsináltunk mindent. De látjátok, tehát 150 pontot lehetett. Ó, hogy itt 4 verseny lett volna. Gondolom, hogy ha azokat megcsinálom, akkor lett volna meg. Ha esetleg szeretitek ti is kipróbálni ezt a játékot, lent a leírásban meg fogjátok hozzá találni a linket. Remélem tetszett nektek ez a videó. Andi voltam, sziasztok!